Az ember sokkal többet kibír, mint a legerősebb gép, vagy a legerősebb állat. De egyet nem. És ez a remény nélküliség. Mi reménységre teremtett emberek vagyunk, mert nekünk van jövőnk. A jelenben mindig a jövőt keressük, és a jövőt építjük. És a múltunkra is azért szoktuk emlékezni, ha jól emlékezünk, hogy a jövőt segítsük a múlt tapasztalataival. Reménységre teremtett lények vagyunk tehát. Mégis a mai életben, különösen itt Magyarországon, a magyar társadalom egyre pesszimistább lesz. Felmérések készültek, igaz, én csak egy évtizeddel ezelőtt itt tudok, hogy mennyire pesszimisták a magyarok. Európában listavezetők vagyunk. Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a reménység az a gazdasági helyzetünkön fordul meg. 10 évvel ezelőtt még a román gazdaság sokkal rosszabb helyzetben volt, mint a magyar. Akkor viszont a listavezetők a reménység tekintetében a románok voltak. 64%-uk hitte azt, hogy jobb lesz. Most nekünk vannak gazdasági nehézségeink, és az emberek nem hiszik azt, hogy jobb lesz. Vagy miért van ez így? Hogy van ez? Nagyon érdekes, hogy a svájciak ott voltak a csereghajtók között a reménytelenségben, pedig hát Svájcban nincsen gazdasági nehézség. Így a reménység az nem gazdasági kérdés, hanem valami más. Ha a reménységről beszélek, akkor mindig egy régi-régi gyerekkori történet jut eszembe. Én a második világháború alatt voltam kisgyerek, és a második világháborút Szombathelyen éltük át. Arra emlékszem, hogy minden áldott nap, szinte megadott időben, 9:30 után 10 perccel megszólaltak a szirénák, és mi vittük a motyónkat, mentünk a légópincébe. Mindenkinek volt helye, ahova ülni kellett, volt légóparancsnok, és ez így kívülről nagyon jól is tetszett nekem, de nem ez tetszett igazán benne. Mikor hulltak a bombák, akkor nagyon féltünk. Ez is belénk ivódott nagyon keményen. De ami nagyon-nagyon kedves emlék, az Németh bácsi. Ha erre a korra gondolok, mindig Németh bácsi arca tűnik fel előttem. Ez a Németh bácsi egy egyszerű susztermester volt, aki a szomszédunkban lakott, és egy csodálatos ember volt. Nem csak azért, mert gyönyörű cipőket tudott készíteni, hiszen ő nem is Schusternak mondta magát, hanem cipésznek, sőt a kuncsaftjai közül többen cipő művésznek tartották, hiszen nem volt az a fájós láb, amire nem tudott volna varázsolni valami gyönyörű cipőt, hanem a csoda az ő sorsában volt. Ezért, amikor lementünk a légópincébe, én a kis sámlit mindig vittem magammal, és odaültem Németh bácsi közelébe, és kérlelni kezdtük az öreget, Németh bácsi, tessék egy kicsit mesélni. És Németh bácsi mesélni kezdett. Na nem Grimm meséket, és nem a régi magyar népmeséket, amiket ő már réges-régen elfelejtett, hanem Németh bácsi mesélt az életéről. Az első világháborúról. Szegény embert végig hurcolták mindenféle fronton. Volt Isonzónál, a mazuri mocsarakat is ismerte, és valahol itt fogságba került, valamikor 1916 végén vagy 17 elején. Elhurcolták Szibériába, egy fogolytáborba. Aztán egyszer csak hallották, hogy kitört a forradalom, sokan elindultak hazafele, de ezekből szinte senki nem érkezett meg, mert vagy a fehérek, vagy a vörösök tartották ellenségnek és mészárolták le őket. Úgyhogy Németh bácsi egy nagyot gondolt, és azt mondta, ha kerek a föld, akkor én nem Európa felé indulok, hanem másik irányba. Ott is meg tudok szabadulni. Így érkezett el hosszú-hosszú kalandos vándorlás után, amiben medvevadászattól kezdve sok minden érdekesség volt,
jégtáblákon való utazásig minden olyan volt, mint egy kalandregény ez a mese, ami napokon át tartott, elérkezett Szahalin szigetére. Onnan már csak egy ugrás volt Japán, Japánban felült egy hajóra, és ott hajó szakács lett, mert kiválóan tudott főzni, pörköltet német bácsi. És így eljutott Dél-Afrikába, a Fokföldre, onnan már csak egy ugrás volt Portugália, és Portugáliában ott hagyta Lisszabonba a hajóját, és onnan elindult gyalog haza. Valamikor ugye 1924-re haza is érkezett. Családja nem sokat tudott róla. Mégis hazajött, óriási lett az öröm, a kis üzlet fellendült, és német bácsi élt. Emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon sokszor megkérdeztem német bácsit, hogy tetszett tudni ezt megtenni? Hogy sikerülhetett ez? Hogy tetszett 1000 veszélyen keresztül hazajönni? És az öreg most is előttem van, és szinte hallom rekettes hangját. Erre mindig csak azt mondta, kicsi fiam, én tudtam, hogy itthon várnak. Gyönyörű ez a történet. Gyerekkoromnak az egyik kedves emléke. Ezért nem emlékszem már a bombázásokra úgy, nem emlékszem arra sok-sok félelemre, aggódásra, ami ott volt a szívünkben, mert német bácsinak ez a gyönyörű története, ami napokon át tartott, ez a szívünkbe égett. Tudod, kicsi fiam, engem itthon vártak. Ha megkérdezik tőlem, hogy mi az, hogy keresztény reménység, akkor én csak a német bácsi feleletét tudom. Itthon várnak. Mert az ember egyedül Istennél van otthon. Úgy kezdtük, hogy ma baj van a reménységgel. De mi ez a baj? Hiszen nincsen háború, legalábbis hál' Istennek pillanatnyilag. Hiszen a háborút azt emberek okozzák, és ma már lehet tudni azt, hogy egy háborúnak nincsen győztese. Nem vették észre? A második világháború óta egyetlen háborút sem nyertek meg. Legfeljebb a fegyvergyártók nyertek rajta. De vajon a reménység ezzel növekedett? A mai ember reménysége az olyan, ahogy Csokonai leírta a Reményhez című versében, hogy olyan földiekkel játszó égi tünemény, amely istenségnek látszik, pedig csak magának teremti a boldogtalan, svéd angyalának hódoluntalan. Ez a reménység sima szájjal kecsegtet, meg kétes kedvet csepegtet, és erre mi se tudunk más mondani, mint Csokonai írta, hogy csak maradj maradnak, biztatomval áll, hittem szép szavadnak, s mégis megcsalál. A Biblia reménysége más. Ez a mi reménységünk olyan, hogy van a jelen, és a jelenben látunk sok-sok rosszat. És ezt a sok-sok rosszat szeretnénk elkerülni. És azt mondjuk, hogy az idő majd meggyógyít, vagy azt mondjuk, hogy majd oda vesszük az irányt, ahogy mondták ezt régen a káder időszakban, oda vesszük az irányt, elvtársak, és akkor majd megvalósítjuk magunkat. Mondják ma. De ez nem ad reményt. A mai ember reménye olyan, hogy van a jelen, és van a bizonytalan jövő. És a jelenből, a jelen különböző megváltoztatására irányuló tervekből ki akarjuk találni a jövőt. Erre még tudományt is csináltunk, ezt úgy hívják, hogy futurológia. A Római Klub nevű tudósokat, nagyszerű, kiváló tudósokat egyesítő társaság megnézte, hogy milyen lesz a világ állapota 2000-ben. Ezt leírták, megjelent magyarul is, el lehet olvasni. És most már utólag el lehet mondani, hogy
nem lett ez jobb, ez a futurológiai előrejelzés, mint a régi regényírók álmai a jövőről. A jövő kiszámíthatatlan? Miért? Hogy van ez? És ha a jövő kiszámíthatatlan, akkor van egyáltalán remény? A Biblia reménysége az más. A mi reményünk az csalfa vakremény, mindaddig csalfa vakremény, amíg mi valamibe reménykedünk. A Biblia a reménység könyve. De hogyan reménység könyve a Biblia? A Biblia fordítva gondolkodik. A Biblia azt mondja, hogy valaki vár az út végén. A Bibliának a legfontosabb mondani valója ez, hogy valaki vár. Nem vagy egyedül. Ha legnagyobb egyedüllétet elképzeled, ha egy sivatag közepén vagy, az óceán fenekén vagy, akkor sem vagy egyedül, mert te vagy az Isten szemefénye. Valaki vár. És a keresztényt azt tartja úton, ami Németh bácsit. Hogy lehet, hogy sok viszontagságon keresztül kell menni. Lehet, hogy tengerek, óceánok állják az utunkat. Lehet, hogy a fél földet meg kell kerülni. De ez a valaki biztosan mindig vár. Hadd legyek én most nagyon szubjektív. Mit tesz engem keresztényé? Azért, mert tudom a Biblia ilyen-olyan tanításait, ismerek olyan kollégákat, akik nem keresztények, és nagyon jól ismerik a Bibliát, Biblia szövegét jobban ismerik, mint én. Mit tesz engem keresztényé? Belém nevelték? Ismerek olyan kortársaimat, akiket nagyon akartak keresztényé nevelni, és nem lettek azok. Mit tesz engem keresztényé? Ha röviden akarok felelni, akkor az, amit Németh bácsi érzett, hogy valaki engem itthon vár. Nagyon érdekes, amit a reménységről mond a Biblia. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első verse ezt mondja, és erre jó figyelni. Itt a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy a hit pedig a reménylett dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az ember azért ember, mert a még meg nem történtre, a reméltre is nyitva van. És én azért vagyok hívő, mert ez a hit, ez nem valamibe való hit, hanem valakiben való hit. Abba a valakiben, aki vár az út végén. Ahol én tulajdonképpen otthon vagyok. És azt mondja, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És ez nagyon fontos szó ez, hogy bizalom. Ugyanaz a szó gyök, ami a hitnek a szava. Én nem abban bízok, hogy majd önmegvalósítás útján célba érek, és majd ezt megcsinálom, meg azt megcsinálom, meg amazt megcsinálom. Mert mindjárt tudjuk, hogy amikor gyerekek voltunk, olyan szépeket álmodtunk a jövőnkről. Kiszíneztük ezt szépen, és elmondtuk azt, hogy ez leszek, meg az leszek, meg amaz leszek. Persze mindig a magunk szellemi színvonalán. Én akkor 5 éves voltam, azt álmodtam, hogy én váltőr leszek. Az egy nagyon jó szakma volt. Láttam a villamosoknál, ugye a váltóvassal átnyomja a váltót, a váltőr, és akkor másfele megy a villamos. Ez nagyon tetszett nekem. Tudom, hosszú ideig ez így volt. Aztán amikor általános iskolát elvégeztem, akkor kémikus szerettem lenni, mert akkor volt egy nagyon jó kémia tanárom, és akkor kísérletezni lehetett. Igaz, hogy egyszer felrobbantottuk a konyhát. Ezt is megcsináltuk, de én kémikus leszek. Csak Isten másképp gondolta. A reménység nem az illúzió kergetése. Nem földiekkel játszó égi tünemény. A reménység valami más, hogy valaki az út végén vár. A hit pedig a reménylett dolgokban való bizalom. Ez a bizalom,
ez nem valamiben, hanem valakiben való bizalom. Abban, aki az út végén vár. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És ez a második része ennek a versnek, a próba. A reménység az azt jelenti, hogy a jövő mindig a jelenemben beköszönt. Ezért hát, hogyha egy táblára felrajzolnám a mai ember reménységét és a bibliai reménységet, akkor két ellentétes irányú nyillal tudnám felrajzolni. Az első nyílnál odarajzolnám azt, hogy jelen. Itt van a reménykedni akaró ember. Ez a reménykedni akaró ember előre néz, és mennél messzebb van az a cél, amiben reménykedik. Annál ködösebb lesz, annál jobban eltűnik a szemünk elől, annál inkább földiekkel játszó égi tünemény, vagyis déli báb. A Bibliának nem ez a reménység szerkezete. Az a valaki ott az út végén, aki vár, az biztos. Az biztosan eljön. Nem tudom, hogy mikor. Biztosan eljön, mert szeret. Nála biztosan otthon leszek. Nem tudom, hogy mikor. Nem tudom, hogy mennyi életet ad nekem. Nem tudom, hogy meddig fogok aludni a sírba. De ő az, aki utoljára a porom felett megáll. Így mondja az ige. Ez a valaki biztos. Na hát akkor, de mi a reménység? Ha biztos a jövő. Mert a Biblia erről szól, hogy biztos a jövő. Az én életemben is, a világ életében is. Akkor miről szól a remény? Egy nyillal rajzolom, ez a reménység a ma élő emberre rám mutat. A remény az azt jelenti, hogy vajon tudok-e a jelenben ennek a biztos jövőnek a tudatában dönteni. Mert a jelenben van a váltó. Ha én felülök, mondjuk a keleti pályaudvaron egy vonatra, az a vonat mehet Miskolcra, mehet Békéscsabára, mehet Debrecenbe, bárhova. Mi dönti el, hogy hova megy a vonat? Nem a pályaudvar, nem a vonatkocsia, nem is a sín. Hanem a sínen van egy pici kis váltó. Az egész sín tömegéhez képest ez elenyészően kevés. De jobbra áll a váltó, vagy balra, az mutatja meg, hogy célba, hova érek célba. A reménység az az erő, ami ahhoz segít, hogy a váltó mindig Isten felé álljon. A reménység az az erő, amelyik újra és újra megmondja nekem, az én szívembe belevési, hogy valaki engem otthon vár, mint Németh bácsit. Ha most megnézzük ezt a reménységet, akkor ennek a reménységnek nem az a nagy kérdése, hogy mikor jön el ez a reménység, mikor mi lesz. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a Biblia reménysége, vagy a reménységnek az apostolai, ezek a proféták voltak, a proféták, egész egyszerűen egy tökéletes futurológiai eszmét adnak. Sok ember megpróbálja kiszámolni, hogy még ennek meg kell lenni, így meg kell lenni, úgy meg kell lenni, majd ez fog történni, meg az fog történni, most ami kezdődik, az lesz, vagy emez lesz. Nagyon érdekes. Én nagyon sok ilyent végigvizsgáltam. Legutoljára, amikor jó régen már, valamikor 79-80-ban utoljára voltam a doktorálásom után diák az Egyesült Államokban, akkor egy szemináriumban összegyűjtöttünk egy egész kis felekezet életéből 50 olyan eseményt, amit előre megpróbáltak megjövedelni, persze a Biblia alapján, és nem teljesedett be. Ez a permanens csalódás ott van az egész kereszténység életében. Miért? Azért, mert a prófétai ígét nem a reménységre használjuk, nem a reménység üzenetét vesszük ki belőle, hanem megpróbáljuk, hogy mi lesz majd akkor, ha kérdésre ráhúzni ezeket a képeket, amit Isten ad.
De a Biblia nem azt akarja elmondani nekem, hogy mi lesz akkor, ha. Nem futurológussá akar tenni a Biblia engem, reménykedő emberré akar tenni engem az Isten. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekem meg kell értenem azt, hogy mi miért van az én életemben. Meg kell érteni, hogy ma, amikor döntök, akkor a jövő most dől el. A reménység az a jelenig ér. Ha váltó erre áll, és ezen megyek, akkor nehéz lesz majd visszajönni a jó útra. A váltót kell nézni. És a reménység az arra való, akkor nem szégyenít meg az ige szerint, ha jó irányba áll a váltó. A jelenben csak az tud eligazodni, aki a jövő felől néz. Olyan tájékozódási pontra utal a reménység, ami biztos. Mert ha hiszem, ha nem, ha akarom, ha nem, ha várom, ha nem, Jézus Krisztus eljön. Ha hiszem, ha nem, ha akarom, ha nem, ha várom, ha nem, nekem lezárul az életem. Ha én csak valamibe hiszek, ez a valami, ez eltűnik. Ez nagyon sokszor semmivé válik. De ha valakiben hiszek, akkor tudom azt, hogy ez a valaki ott van az én életem végén. Amikor a tanítványok Jézus halála előtt nagyon bizonytalan helyzetben voltak, akkor Jézus hozzájuk fordult, és a következőt mondta nekik. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Ez a keresztény reménységnek a lényege. Úgy lehet a nyugtalan szív keservétől megszabadulni, hogyha én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban. Mit jelent az, hogy hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban? Nagyon sok ember azt hiszi, hogy ez annyi, hogy elhiszem, hogy van Isten, meg elhiszem, hogy volt Jézus Krisztus. Ez nem hit. A hinni az azt jelenti, hogy bízni valakiben. Ez a keresztény hit. Ha én Jézus Krisztusban bízok, akkor a nyugtalan szívtől meg tudok szabadulni. És ez azt jelenti, hogy rájövök arra, hogy nekem van helyem Istennél. Én úgy vagyok teljes ember, úgy vagyok igazán az, akinek teremtettem, úgy vagyok én, Szigeti Jenő, hogyha én Jézus Krisztusban találom meg önmagam. Mert a bűn, ebben az egész sorozatban erről volt szó, olyan kapcsolatszakítás, amelyik Istennel, emberrel, világgal megszakít. De ennek a kapcsolatszakításnak az a legtragikusabb következménye, hogy én veszek el. Én veszek el önmagam előtt. Én önmagamat nem találom. És ettől az állapottól egyedül a reménység szabadít meg. Ezért van az, hogy egy reményvesztett társadalom nem tud előrelépni. Mert a reményvesztett társadalom azt véti el, hogy merre van a következő lépés. A reményvesztett társadalom mindig a múltról kezd beszélni, a múlt sérelmeiről, hibáiról, a múlt bűneiről, a múlt rossz, ilyen-olyan-amolyan dolgáról, és a múlt eltakarja a jövőt. Ez a reményvesztettségnek az állapota. Egy depresszív társadalom lesz a társadalom. Na de, honnan tudom én azt, hogy nem kell már sokáig várni? Honnan tudom én azt, hogy a világnak lesz megoldása? Nagyon érdekes kis vicces történetet olvastam egyszer. Ennek a lényege a következő. Mi a különbség az egér és az ember között? Lehet találgatni. Sokan azt mondják, hogy egy egér, hát az olyan kis aranyos állat, mert kackiás bajusza van, rózsaszín fülecskéje, mint ahogy Walt Disney a rajzfilmekben megrajzolta. Van, aki azt mondja, az egér az egy undorító állat, az ember meg nagyon szép. Sok mindent lehet mondani. De ebben a tréfás történetben van egy nagyon érdekes, váratlan válasz.
ezért hat viccnek. Az egér és az ember között az a különbség, hogy a világtörténelemben még egyetlen egy olyan egér nem akadt, aki azon törte volna a fejét, hogy hogyan lehet önmagát megsemmisíteni. És azon törte a fejét, hogy milyen a tökéletes egérfogó. Az ember pedig ezt a tökéletes egérfogót kitalálta. Ezt a tökéletes egérfogót hívja ugye a Biblia, hogy bűn. De akkor mi a reménység? Archimédesszel együtt mondjuk, hogy van a Földön kívül egy biztos pont. És ez a biztos pont nem valami, nem valamilyen világ megváltó eszme, hiszen a 20. században több tucat ilyen világ megváltó eszme született, kipróbáltuk, nem jött be, tragédiába fulladt, ezer ilyet tudunk mondani. Ez az archimédeszi pont valaki, aki visszajön. A kereszténység nem véletlenül mondja évszázadok óta a legősibb keresztény ránk maradt hitvallásban azt, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, hiszen a kereszténységet az élteti, hogy Jézus előbb jön, mint ahogyan az ember ezt a tökéletes egérfogót megcsinálná. Ki van találva az egérfogó? De az Isten kegyelme még mindig egérutat biztosít nekünk. Miért tudom, hogy Jézus hamar jön? Azért, mert nem hiszek abban, hogy a világnak az lesz a sorsa, amit Madács álmodott meg, hogy valami új jégkorszak következik, vagy valami új fallangszer. Nem az eszkimó szín fog megvalósulni, és nem is a fallangszer, ahol Michelangelo és széklábat farag, hanem valaki jön. Mert ő nem csak vár, mert ma még csak vár, hanem ő ma is, holnap után is azt üzeni még, hogy amíg lehet, győj, hiszen itthon várnak. Van egy öreg tüdőgyógyász barátom, illetve már csak volt, mert szegényke meghalt, el is temettük. Az az Edelényi Tüdőgondozó Intézetnek, már ez sincsen, volt az igazgatója. Amikor egyszer-egyszer meglátogattam őt, akkor mindig beszélgettünk. Ugye én a világ dolgait mondtam, sok minden érdekes, ő Edelényre bezárva, állandó ügyeletekkel küszködve, miről tudott mesélni? Csak az emberekről. Sorba elbesélte a betegeinek a sorsát. Az érdekesség az, hogy végül közösen azt szűrtük le, hogy az az ember, akiben megmarad a reménység, az túléli ezt a szörnyű betegséget. Ha feladja az ember, akkor nincs tovább út. És ezekben a beszélgetésekben sokszor eszembe jutott egy gyerekkori emlék megint. A hajóhinta. Ha vásárba elkerültem valahol, akkor kedvencem volt a hajóhinta. Nem mindig mertem felülni, mikor kisebb voltam, akkor nem is engedtek felülni rá. Mindig olyan jó volt nézni, hogy a hajóhinta suhan. Egyre magasabbra, egyre magasabbra. És egyszer a hajóhinta elér egy olyan pontra, amikor egyet kell csak mozdulni, és átbillen a hinta. A világ pillanatnyilag ilyen állapotban van. Jézus ezt úgy mondja el, hogy az ő eljövetel előtt lesznek jelek. Ezek a jelek nagyon érdekesek. Hol vannak? Azt mondja Jézus, hogy lesznek jelek a napban, holdban, csillagokban.
Aztán beszél a társadalmi életben meglévő jelekről, sőt, beszél a vallásos életben meglévő jelekről. Gondolkodjunk csak, hol vannak a jelek? Az embernek ebben a hármas kapcsolatrendszerében, amiről nagyon sokat beszéltünk. Az Istenhez való viszonyomban, hova tovább igaza lesz a kommunista kiáltványnak, hogy nagyon sok ember számára a vallás, ugye ez a nevezetes mondat még talán mindenkinek a fejébe ott van, a vallás az ópium. Az ópium az nem kábítószer volt még Marx idejében, hanem az ópium az fájdalomcsillapító volt, a legerősebb fájdalomcsillapító. Nagyon sok ember így kezeli a hitet, hogy kell egy ilyen fájdalomcsillapító. Fájdalomcsillapítóknak az a hatása, hogy semmit nem oldanak meg, csak a fájdalmat kapcsolják ki. Sok ember így gondolja a vallást, hogy hát ez ilyen össznépi társadalmi fájdalomcsillapító. Vagy ezért van az Istennel való kapcsolatunk? Vagy ezt akarja az Isten? A Krisztus követése ide züllik? Aztán, nézzük csak, azt mondtuk, hogy vannak társadalomban megnyilvánuló jelek. Az ige úgy mondja, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és felsorít 14 tulajdonságot, ami közül egy sincs, ami ma nincs meg, és ma nem tombol, és ma nem kínozza a mi életünket. Vajon a társadalom az teljesen szétesik? És ember az ember farkasa lesz maradandóan? Vagy természeti élet jeleiről beszéljünk? Jézus mondta, hogy az egek erősségei megrendülnek. El nem tudtam képzelni még teológus koromban, hogy ez hogy lesz. Ma ugye a megváltozott időjárás, üvegházhatás, ózonpajzs kilukadása, mindennapi újságtéma. Mi lesz veled, ember? Átbillan a hajó hinta? Tényleg igaza lesz madácsnak, hogy eszkimó szín? Mi lesz veled, ember? Hiszen nő az ember és az Isten közötti szakadék, amit a szertartások, meg a szép vallásos istentiszteletek nem tudnak áthidalni. Nő az ember és ember közötti szakadék, hiszen hova tovább vannak emberek, akiket nem lehet egy asztalhoz leültetni, beszélgetni már, csak kényszerzubbonyba lehetne. Mi lesz veled, világ, mikor az ember és a világnak az alapvető kapcsolatai inogtak meg? Belép a tökéletes egérfogó? Mi lesz veled, világ? Mi lesz veled, ember? Jézus egyik utolsó beszédében az Olajfák hegyén, amit Lukács evangélium a 21. fejezetének 26-tól 28. versig olvasunk, így ír erről. Amikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amiket föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Hogy hirdeti a reménységet ez az ige? Nem azt mondja, hogy nem kell komolyan venni, hogy az egek erősségei megrendülnek, meg hogy az emberek a félelem miatt elhalnak, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. Nem azt mondja, hogy nem valóság ez, hanem kérem szépen, csak beteg, pessimista lelkek rossz álma. Hanem azt mondja el, hogy ő,
akiben én igazán én vagyok. Nem csak vár otthon, nem csak elkészíti értem ezt az otthont, hogy olvastuk, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, hanem ez a valaki értem jön. Akkor, azelőtt, mielőtt a világ átbillenne, a világ hajóhintája átbillenne, mielőtt az emberi élet ellehetetlenülne. Jézusnak jönni kell, mert ő onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, ahogy valljuk a hitvallásban. És amikor elhalnak az emberek a félelem miatt és azoknak várása miatt, akkor nem az a feladatunk, hogy ijeszgessük az embereket, megijedtek azok már réges-régen. Hanem azt kell elmondanunk, hogy valaki otthon vár. Valaki otthon találkozni akar veled. Te odaát is kell lesz. Te vagy az az ember, akiért meghalt Jézus. Ez minden keresztény felekezet alapvető dolga, hogy elmondja. Ezt élje a világba. Mert a reménytelenség nem a GDP növekedésével, nem a jókedv mesterséges terjesztésével, nem a stabil politikai viszonyokkal, nem a még nagyobb vagy még reálisabb ígéretekkel, nem a futurológusok olyan-amolyan okoskodása következtében fog megváltozni és eljönni az emberek szívében. A reménység csak úgy jön el, hogyha tudod, hogy ő vár, és sorskérdésed az, hogy az ő várakozására igent mondj. Köszönöm a figyelmet!